Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hón, és a mai videóban pedig FIFA 22-ben fogjuk lejátszani a Bajnokok Ligája döntőt, az összes kupát lejátszottuk, kupa döntőt, Konferencia Liga, Európa Liga, és most itt a nagy ágyú, a Bajnokok Ligája PlayStation 5-en FIFA 22-ben, hiszen itt hivatalos licenszekkel van benne az egész Bajnokok Ligája. Úgyhogy lessük meg! A kérdés, ami mindenki fog derülni, hogy melyik csapattal leszek én, vendégoldal. Liverpool van hivatalosan hazaiba, vendégbe pedig ugye a Real Madrid, de a helyszín semleges, áttették Párizsba Oroszországból, ugye a konfliktusok miatt, úgyhogy nyomjuk Bajnokok Ligája. Mindjárt meg is indoklom, hogy egyébként miért is a Real Madriddal leszek, de előtte válasszuk ki a csapatokat, hiszen ez így rendesen benne van. Spanyolország, oké, Real Madrid formája teljesen rendben van, a másik pedig, hol vagy, lehet már állapoztam, hol van Anglia? Itt van Anglia, Liverpool, azon belül is mind a kettő csapat licenszelve benne van, Real Madrid hazaimez, Liverpool hazaimez, világklasszis szinten, az az én kis szintem, az teljesen megfelel nekem, így játszunk. Ami érdekesség ugye, hogy miért a Real Madriddal vagyok, hát több ismerősöm szurkol a Real Madridnak, többet tudok róluk ezáltal, angol focit is nagyon szeretem, de nem tudom, valahogy nekem Benzema a játék a szimpatikus, hogy 30 évesen valaki még ilyen szinten előre tud lépni futball tudásba, formába, mindenbe. Ez számomra meglepő, de ott van mondjuk Salah, azért ő is elég durván tolja Liverpoolba. A meccset én pártatlanul fogom nézni, a sok gólnak szurkolok igazából, hogy egy jó meccs legyen, úgyhogy de itt a játékban, mit tudom én, Real Madridot irányítom, nem leszek annyira szomorú, ha kikapok. Benzema, Kroos, Modric, Casemiro. Casemirot az egyik legjobb védekező középpályásnak tartják mostanában. Mendy is nagyon jó. Alaba, Militao, Vázquez. Nézzünk körül. Hazard kicsit túlsúlyos elvileg, úgyhogy őt nem is rakjuk be miatt, mert biztos lassan fut, vagy nem tudom. Carvajal még. Vázquez helyett Carvajal? Azt mondjuk én ezt beraknám. Oké, van itt nekünk Gerard Bale is, őrá se számítanak igazából, de hát látom is pontszámba se tudja már ezt a Real szintet. Marcelo, ő se rossz amúgy, de hát tényleg nincs hely a csapatba. Itt azért szerintem fognak elmenni nyáron emberek a Real Madridtól, lesz majd itt mozgás. Na mindegy, maradjunk egyenlőre így. Jól megtűnik a csapat, természetesen a győzelemre törekszem, úgyhogy én azt mondom, hogy nyomjuk. Nézzük meg, Bajnokok Ligája, vonulnak játékosok, ott volt Salah, leszállt a buszról, itt van Van Dijk, ő vonul most be. Real Madrid észre, Karim Benzema, tőle gólokat várok, nem csak a játékba, hanem a valóságba, az esti meccsen is, Casemiro mögötte sétál, nagyon jók ezek a jelenetek. És Alisson Becker, a kapust rakták ki a Liverpool ultrái. Mindig nem értem, hogy nem a párizsi stadion van kiválasztva. Nem mindegy. Jó lesz ez így. Jönnek a bírók is. Gyerekekkel vonulnak ki a csapatok, és ott a trófea. Ott a Bajnokok Ligája trófea. Atyavilág, nagyon-nagyon király. Hát srácok, nyomjuk, azt kell, hogy mondjam. A BL zene után csapassuk. Nézzük meg, mi a helyzet. Real Madrid azért szerintem nem lesz el nehéz játszani. És egyből oda csúsznak nekem, nem volt szép a megmozdulás, noha nálam maradt a labda, bíró úgy döntött, inkább lefújja. Azaz, néha, Thiago, ez nem volt egy jó megoldás, azt hittem tovább passzolja, nyomogattam itt a gombot, de hát mit sem számít. Salah hátrafelé cselezget, addig jó. Mekkora szurkolás. Atyavilág. Micsoda hangulat, biztos óriás, lesz a BL döntőbe is, Courtois! Mit védett? Salah kiengedi, talán megfoghatta volna, kiengedte. Szöglet következik, Alexander Arnold, aki beadja. Matip felé száguld a labda, Van Dijk is ott van, Van Dijk gólt fejel! A negyedik percben! Bakker! Matipra figyeltem, ő volt még ott a labda közelébe. Franc, ugye meg! Nem volt senki Van Dijkon, hogy született a gól? Nézzük meg! Jó, elég zünneplésből. Igen, beívelik. A szerencsétlenkedés, és utána két ember között átesve feje. Édes, tökem.
Toni Kroos. Nem baj, semmit nem számít ez az 1-0. Szerintem ez egy sok gólos meccs lesz. Casemiro, nagyon jó. Vinicius Junior. Egyelőre nem találjuk a lyukakat. Na most ott, Mendy. Gyere, Mendy akár rá is lőhetné. Miért? Mert azért, mert véd... igen, azért. Ezért. E francba. Gondoltam, hogy védő, attól még biztos tud lőni. Nem. Az Marcelo, aki védőként tud nagy gólokat is szerezni. Rodrigo akasztja meg. Ezt a labda kihozatal, de odaadjuk Manénak. Teljesen értelmetlenül. Diogo Jota. Szép az akasztás. Kicsit szabálytalannak tűnt, de még belefért. Jó, pozíciós játékot játszunk. Az jó lehet, Casemiro indul be. Ne! És Alisson visszapöcköli rá. A két brazil mit hozott össze? Csak nem egy csapatban játszanak most. Ó, és visszapöcköli rá a lövést, ezáltal kirúgás. A francba pedig jó volt, ötlet szintem, hogy ott átíveljük a kapus fölött. Na nem baj, Trent Alexander. Alissonnak vissza. Matip hátra, az megint egy rontott megoldás, de Van Dijk összeszedi. Fabinho, Diogo Jota, Henderson, mint kapitány, Salah. Szépen adogatnak, figyelni kell. Jota is veszélyes játékos, de Manéhoz nem jut el a labda. Két szélen van a Liverpool nagy ágyúja egyébként. Veszélyesek. Vinicius Junior! Elképesztő tempóval! Ó, de rossz lövés. Akkor fel. Az a szar lövés volt már, bocsánat. De... ezt most nem is értettem. Senki nem tud itt lőni. Benzemát kell keresni ezek szerint. Még nem az a terv, hogy egy emberre rápasszolok minden, de... Kurta. A belga kapus. Mit védett? Jó volt. Azt simán kipasszoljuk. Toni Kroos mehet ezzel. Ő nem egy nagy futóbajnok, de azért felhozni fel tudja a labdát. Ott lehet indítani az ember, de lassan veszem észre, pedig ott van Vinicius Junior. Belelőjük el! Alisson Becker! Szép. Jó védés volt, egyenlőre a kapusokról szól ez a mérkőzés. Meg persze Van Dijkról, aki védő létére befejelte a labdát. Thiago. Labda kihozatalban nem tűnik olyan masszívnak a Liverpool, talán ezt akaszthatjuk meg. Próbálok itt minél több letámadást alkalmazni, nagyon jól is teszem ezek szerint. Karim Benzema. Azzal lehet lőni, lehet támadni, nem sikerül. Francia meg. Remélem ilyen lesz a valódi BL döntő is, mert ez egyelőre egészen izgalmasnak tűnik. Ó, addig mentem hátrafelé, amíg még lerontottam. Manéra kimegy rá, senki nincs ott Manén, ne engedjük beadni, Militao és Carvajal közös munkával tudta csak megfékezni Manét. Karim Benzema, azzal lehet menni, Rodrigo a fiatal! Olé! Ne! Kipöccinti Alexander Arnold, kulcspasszokat szeretnék adni, és Mané lesérül. Salah megy oda meggyógyítani, meg Diogo Jota. Bíró is megpróbál gyógyítani, hívja az embereket, gyertek gyorsan, Mané rosszul van. Atyavilág, lesérült Mané, mi történt? Cselezgetett, ketten rázártak, valószínűleg megrúgták, de végül is akcióhelyzetnek vélte a bíró, úgyhogy... test a test ellen, nem fújta be szalálytalanságnak. Axley Chamberlain. Chamberlain jön be Mané helyett. Érdekes, érdekes. Jó vagy gyengébb játékos azért. Az ollózás. Hát őre a csereként szoktak számítani azért. Klopp is sokszor bevet ide mindig csereként. Tehát azért Mané a fő harcosot. Érdekes. Meglátjuk, mit fog összehozni. Ez egy nem kalkulált sérülés a Liverpool részéről. Talán ezt meglovagolhatjuk, noha azért nem ezzel kalkuláltam. Tehát senki ne így azt, hogy én itt direkt lesérítettem. De nem vagyok szomorú. Az biztos, Jota mellé. Szép puskázza. Eleve. Militao. Vissza. Ők is szabálytalankodnak azért. Benzema. Ott azzal mehet Benzema, azt el kell lőni. Nem hiszed el. Ki védi Alisson? Mennyit véd ez a kapus? Sokadik
hát igazából már ilyen lövés előtt ilyen zicser helyzetet védi ki. Ezek tényleg azok. Szala! Jaj, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó! Húzzuk meg a mezét, valamit csináljunk, Szala gól! 2-0. A francba. Mohamed Szala, az egyiptomi. De jó ég, ott rángatom a mezét, de nem érdekli, megszokta már ezt. Gól. Pedig nem játszunk szerintem annyira rosszul. Tehát vannak lövéseink, megszerezzük a labdát sokszor. Jók a passzok is. Most is teljesen rendben van a játékunk. Ó, hát ez egy elrontott helyzet. De voltak jó lövéseink, és mégis olyan simán vezetett 2-0-ra a Liverpool, hogy csak nézek ki a fejemből. Nagy kár. Thiago. Nem jó, Fabinho. Jota, pont nem jó. Chamberlain gól, nem! Azt hittem gól. Jézusom, Kamavingával beszél Ancelotti. Nem jó, megint. Nem jó. Szúrjunk közbe. Azaz, inkább rúgjuk el. Jó ég, nem veszélyes helyzetekbe sodorjuk saját magunkat. Második fél időt össze kell szedni a bagást. Hát ez rossz nézni most. Elvesztettük itt a lelkesedést, vagy nem tudom mi van. Rodrigo, gyere fiam! Fussd meg fiú! Még van egy perced! Gyere! Szúrd be neki! Nem volt les! Talán nem volt les! Vinicius Junior! De kellett ez a gól, hogy versenyben maradjunk. Atya világ! Nagyon jó volt a középreadás egyébként. Élvezett ezzel a csapattal játszani amúgy. Ott a megfutás Rodrigo részéről, Benzema le van maradva, de uff, kegyetlenül eltalálta. Az komoly lövés volt. És ennyi volt, fél idő. Jó van, ennek nagyon-nagyon örülök, mert fontos volt, hogy szerezzünk egy gólt az első fél időben. Én azt mondom, hogy szerintem mehetünk itt tovább, túl nagy cseréket nem szeretnék. Jó volt a csapat, egyszerűen be kell lőni a kapuba a labdát. Túl kell jutni a kapuson. Ilyen beadásokkal túl lehet. Úgyhogy továbbra is folytatjuk ezt, amit elkezdtünk. Chamberlain. Szala. Gyerünk. Ne hagyjuk élni. Nem szabálytalan? Nem szabálytalan. Mondjuk náluk maradt a labda. Ajjajaj, kurta! Ne! Chamberlain. 3-1. A csere. Hiába szóltam le, becsültem le a képességeit. Kipattant hozzá a labda, és el tudta úgy gurítani, hogy bemenjen a kapus mellett. Ez szép megoldás volt egyébként. Rossz a csel. Diogo. Chamberlain megint, vigyázzunk akkor most már vele. Ne adjunk neki több ilyen lehetőséget. Szép kárvás, sarokkal ért hozzá. Nagyon jó. Az is jó, Karim Benzema! Karim Benzema még mindig megy! Hogy mentették azt ki? Hát a tutira passzoltam rá, hogy gól legyen. Megmentették a góltól a csapatot a védők. Hát ez hihetetlen, direkt kipasszoltam a kapust. Nem volt jó. Ezek szerint Chamberlain megint. Csinálj már vele valamit! Nem jó! Courtois! Atya úristen, 3-1-re vezet a Liverpool, nem állunk jól, felmegyünk támadóba. Muszáj egy picit támadóbbnak lennünk. Valverde, nem, Kroos, nem cseréljük le. Beállított gyors csere, nem tetszik. Aj, nem jó a passz. Kezd szétesni a gárda. Fabinho, Thiago, Chamberlain középre húzódott. Toni Kroos rabol egy labdát, nem sokra megyünk vele sajnos. Henderson lövi rá, Kurta véd. Atya világ, Rodrigo helyett Hazard. Nézzük, hogy a Mekiben zabáló Hazard mégis mit tud teljesíteni. Talán a segítségünkre lehet. Salah az alaponalon végigviszi. Mi a tököm? Ne hagyjuk már. Jó, hogy.
Tedd ki! Mit csinálsz? Ezt nem hiszem el. Meg sem akarom nézni, ez mi volt? Oha! 4-1. Oké. Szedjük össze magunkat, srácok. Firmino. Kicsit szabálytalannak tűnt, hogy becsúszhatott a Liverpool, de végül nem lett belőle semmi. Toni Kroos. Benzemának adja, Benzema teljesen üresen mehet ezzel a labdával. Benzema gól. Kapuslába között. 4-2, nincs lefutva. Nagyon goldús mérkőzés, mind a két csapat kinyílt. Ez eléggé egyértelmű. Modricet, Valverde, próbáljuk meg. Már jó vagy gyengébb, mint Modric pontszámra, de lehet, hogy a frissesség számítani fog. Lessük meg. Benzema végül gólt szerzett, de valahogy jobban örültem volna neki, hogyha nem ekkora hátrányban történik ez, hanem meg tudjuk tartani. Ezt a 2-1-et is úgy lövi be. Na mindegy, most már béna hibák is voltak itt azért, szép számmal. Azaz. Nem jó, Matip. Nem most jött le a falvédőről. Hoppá, tengedi Szala! Valamit próbáljunk meg változtatni ezen a csapatom. Mert annyira nekem nem szimpatikus. Vázquez, jöjjön be, Kárván, hát nem egy nagy támadó csere, de valamit legalább ott a szélen meg tudunk módosítani. Mert egyelőre azért még kéne itt a friss ember nekünk. Nem mondom azt, hogy ez egy visszahozhatatlan meccs, csak akár egy 4-4-nek is tudnék örülni, hiszen hosszabbításra tovább tudnánk menni. De egyelőre megint a Liverpool támad. Tegyük ki. Megint kurta, hát azért nem tudom, picit szerencsétlenkedett, hogy úgy mondjam, de megszerezte a labdát, úgyhogy okés. Az jó indítás! Hazard! A nagy visszatérő! Lassú. Nem érje. És még a kapucsnak is megpróbált oda csúszni, szerencsétlen módon. Hát Mané sérülése igazából nem jelentett nagy hátrányt a Liverpoolnak. Azt veszem észre, hogy tök jól játszik Chamberlain itt a szélen. Tempója is megvan hozzá, passz képessége is, és lőni is tud, úgyhogy igazából... Elrontottam. Igazából nem szenved hátrányt emiatt a Liverpool. Vinicius Junior futhat! Gyere! Nincs kinek adni, akkor el kell lőni! De Hazard, mit csinálsz? Odaadja a kapusnak. Ó, édes Istenem, kapufa lett, és utána a kapus kezébe landolt a labda. Áj, de rém kellemetlen. Nem bírunk feljönni, nem bírjuk magunkat összekapni. Thiago! Á, kipasszolgatják Militaót! Megint ilyen öngólveszélyes szituáció volt. Most egyenlőre azon dolgozunk, hogy ne kapjunk több gólt. Hát egyáltalán nem a támadáson van a hangsúly, ezt kell, hogy mondjam. Mert folyamatosan veszélyben a kapunk. Nem, nagyon jól uralja. Klopp hiába dühöng ott. Nagyon jól uralja a meccset. Bejön Milner. Azzal is szerintem csak erősödik a Liverpool, jobb lesz a védekezése. Nincs ötletem egyenlőre, hogy hogyan hatolhatnánk át ezen a liverpooli falon, mert beálltak védekezni, és közben meg támadni is jól tudnak. Ez egy jó recept így a végére. Megint folyamatosan itt tartják a labdát, kapunknál nem tudunk felmenni támadni, rém kellemetlen. Egy normális kapuskirúgás se jön össze. Hazard nem bizonyult annyira jó cserének, de most bizonyíthat viszont. Hazard! Kéne a jó passz, azaz, kipasszolgattuk a kapust, csak így lehet biztosra menni, 4-3 az állás. Vinicius Junior, ő bevágja ezeket, hogyha megkapja a labdát, bevágja ezeket, 2 gólt szerzett, mind a 2 egy ilyen szép beadás után. Jó, oké. Gyerünk, szerintem mindent feltolok, ultra atakra mindent feltolunk.
Azaz! Indíts Benzemát! Nem jó! Nem jó! Ívelgetésekre nem játszhatunk, amikor azért ilyen profin passzolnak a srácok laposba is. Hazard! Gyere! Gyere! Van Dijk már lassú és fáradt! Gyerünk, gyerünk! Lőd be azt a labdát! Lőd be! Ne! Ellison! Megint passzolni kellett volna! Most már nincs idő gondolkodni! Azonnal! Kicsi basszog le! Feljött Courtois is! Adjad be azt a labdát! Nem jó! Még egyszer az ismétlés! Ott lehet! Nem csinálnak semmit, el se jut hozzánk a labda, vissza Courtoisnak, ő kirúgja csak, felszabadít, az kevés! 4-3-ra megnyerte a Liverpool, nem hiszem el! We never walk alone, ott van a tábor! Ez komoly! Mekkora ünneplés ez szólt, hát ez meglepett. Én azt hittem, hogy könnyebb dolgom lesz, de Liverpool azért ez kemény falat volt. Volt bénázás is, aláírom, kapu előtt, szerencsétlenkedés, de nagyon jól védett Alisson. Tehát ilyen olyan Benzema lövéseket védett ki, hogy meg lett lepve. Jól nyomták, főleg az első fél időben, amikor sokszor tudtunk kapura lőni. És ott a díjátadó. Mindjárt felemelik a trófeát. Amilyen piros-fehér szallagokkal lett átkötve. Mané megsérült, nem tudjuk, hogy kórházba kerül-e, 20 évre lesérül, vége a karrierének, vagy mi van, de volt valami sérülés ott az elején. Milner emelheti a nagy öreg a magasba, Salahval együtt ott a trófeát, és ott van Liverpool. Megnyerte a Bajnokok Ligáját az én szimulációmba, de hát majd meglátjuk este, hogy hogyan lesz. Ha ennyi gól fog esni, az egészen jó. Akkor egy látványos király meccs volt, meg lesz. Mert én ezt nagyon élveztem egyébként, attól függetlenül, hogy sajnos a végén alul maradtam, nem tudtunk elég jól kitámadni. Itt láthatjátok a Liverpool ünneplését. Én ezekkel a képsorokkal búcsúzom, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk, folytatjuk majd a FIFA karriert is. Lipcsével az is jó lesz, addig is. Sziasztok!